Itt éppen friss kenyeret, polártakarókat, tartós élelmiszereket pakoltak Záhonyban a Magyar Vöröskereszt munkatársai még március végén, hogy ezzel is segítsék a városban elhelyezett Ukrajnából érkező menekültek ellátását. Ez pedig már a Lónyai Segítségpont, itt végzik az ellátást. A Vöröskereszt Lónyai Segítségpontja egyébként ma is üzemel az ukrán-magyar határ mellett, a Csengersimai állomást pedig bármikor újra tudják nyitni szükség esetén. A Nagy Magyar Vöröskereszt már vett részt menekült ellátásban, és áttételesen vett részt a megyei szervezet is menekült ellátásban, hiszen ez nem először fordul elő, hogy szomszédpartnerként segítenünk kell a szomszédos országból érkezőket. Viszont a megyei szervezetnek ez egy teljesen új feladat volt, hiszen a mi határunkat még ilyen szempontból nem érintette egy ilyen fajta menekült hullám. Fel vagyunk készülve, hiszen rögtön másnap ott tudtunk lenni a határon, szombaton sátrakkal tudtunk felvonulni, amit nyilván nem egyedül mi itt a Szabolcs megyei munkatársak oldottunk meg, hanem ilyenkor a beavatkozás az országos szinten történik, főigazgató úr vezényletével, ha lehet így mondani, tehát ő irányítja azt a folyamatot, aminek mi is a része vagyunk, de természetesen, mint 5 ukrán-magyar határral rendelkező megye, a feladatok jó része az ránk hárult. Gurály Edina, a megyei szervezet vezetője televíziónk 35 perc című műsorában hozzátette, rengeteg önkéntes is segítette az elmúlt hónapokban a munkájukat, sőt olyan munkatársuk is van már, aki márciusban így kezdett el dolgozni a Lónyai Segítségponton. Nem volt a munkatársaim számára sem kérdés az, hogy ebben 100%-osan részt kell venni, és emellett a napi szintű feladatainkat ugyanúgy kell folytatni, hiszen a véradások nem álltak meg, a napi munkánk nem állt meg, ugyanúgy működik tovább az anyaotthonunk, működik tovább a támogatószolgálat. Tehát azt a feladat mennyiséget, amit egy ilyen menekült válság ad, azt a napi szintű munkánk mellett kellett elvégezni. Ezen sokan meg is lepődtek, és kérdezik, hogy mit csinálunk egyébként, hogyha nincs menekült. Válság. Mondtuk, hogy hát ez egy ráadás ebben az évben, mert hogy nekünk számos feladatunk van, amiben napi szinten benne kell lenni, hiszen a véradás szervezés az egy napi szintű tevékenységet jelent megye és országszerte. Tehát ez csak egy plusz volt, amit el kellett látni. Nyilván óriási terhelés, nagyon nagy szervezettséget, és mind a munkavállalók, mind pedig az önkéntesek részéről egy nagyon nagy odaadást igényelt, de azt gondolom, hogyha ezzel vizsgázni kellett a megyei szervezetnek, akkor mi ebben nagyon jól vizsgáztunk az idén. Az elnök hozzátette, ez már a harmadik olyan év volt, amikor nehézséget okozott megszervezni a véradásokat. Korábban a járvány miatti lezárások, majd a menekültek elhelyezésére szolgáló közösségi terek foglaltsága miatt okozott problémát a helyszín szervezés. A nyári időszak a szabadságolások miatt és a szezonális munkák miatt mindig egy nehezebb időszak, és most pedig leginkább a fűtés a rezsiszámlák miatt bezárt művelődési házak azok, amik szintén a helyszín szervezésben jelentenek problémát, de azt gondolom, hogy a kollégák, illetve a települések együttműködése olyan régi és annyira jó, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, még hogyha vannak is nehézségek, hogy a véradás az zökkenőmentes legyen, hiszen ennek a folyamatosságát biztosítanunk kell, és valamilyen módon biztosítani is fogjuk. Tehát mindig megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy a lehető legtöbb donor a legjobb körülmény között vért tudjon adni. A Magyar Vöröskereszt nem feledkezik meg idén sem azokról, akiknek eddig is segítettek az ünnepek környékén, most is főképpen élelmiszeradományokat juttatnak a rászorulóknak.